Ez a palackgyűjtő, ez a tartály benne, az egy sprés. A felirat szerint ez egy használt sütőolajgyűjtő állomás. Juhász Sándor tervezte, hogy pénzt keressen vele. Hát így telefonról, mobiltelefonról tudtam nézni a kamerákat, mennyi van benne. Ide lehetett kiönteni, egy sprés van benne. Először egy ilyen gyűjtővel dolgozott, majd újabbakat épített, de az olajgyűjtő most az udvaránál, a Bács-Kiskun vármegyei Fajszon, mivel a kormány a tavalyi hulladék koncesszióval kihúzta Sándor lába alól a talajt. Én 2023 nyaráig végeztem lakossági használt sütőolajgyűjtést, amit saját készítésű konténerekkel csináltam, amik kamerával felszerelt távfelügyeletes gyűjtők voltak, súlymérő berendezéssel, elektromos palackpréssel, tehát egy elég egyedi berendezésekkel, és ezeket csak hitelből tudtam megoldani, ráadásul elég drága személy hitelből, amit a nevemre meg a nővérem nevére vettem föl, és ezeket később ilyen vállalkozó hitellel, olcsó vállalkozó hitellel szerettem volna kiváltani. Hát sajnos ez a lehetőség ugye tavaly nyártól elúszott, ugye az új koncesziós rendszer bevezetése miatt, és most így bevételek nélkül maradtam, és a hiteleket kellene fizetnem most valamiből. Sok pénzt beleölt, hogy vállalkozzon. Én őstermelési tevékenységet folytattam biogazdálkodóként. Onnan, amik jöttek bevételek, gyakorlatilag abból fektettem be az elején, abból készült el az első gyűjtő. Hát egy ilyen gyűjtő akkor, mondjuk az érdekes volt, mert egy tartályt akkor 67 ezer forintból meg tudtam csinálni, a következő tartályokat, amikor rendeltem négyet, az már 200 ezer forint fölött volt egy, másfél éve később. És amúgy meg hát így nehéz kiszámolni, mennyiből jött mondjuk ki egy ilyen konténer, de az első lehet, hogy kijött 500 000-ból, a többi négy az már 7-800 ezer forint is lehetett legalább, szerintem. Hát összesen olyan 5,5 millió forint volt a hitel, amilyen személy hitelből ment ebbe bele, meg amit még ugye saját pénzből tettem bele. Fejlődni, bővülni szeretett volna. Voltak szándéknyilatkozatok, aláírva önkormányzatok, akik szerettek volna ilyen telepíteni. Ilyen 12-13 darab konténerre. Végül ugye 4 lett letelepítve, elkészült az 5. is, de az első körülbe került volna ki Budapestre, és már éppen nem sikerült kitelepíteni, akkor jelezte, akinek én szállítottam az olajat, hogy fölmerült ez a probléma, hogy nem biztos, hogy tudunk tovább dolgozni. És hát a bevétel az egyébként érdekes volt, a 350 forintos átvételi ár volt nettó az utolsó, amit kötöttem szerződést az idei évben, illetve a tavalyi évre, ami már ugye elég jó árnak számított volna. És hát volt egy olyan gyűjtő, ahol mondjuk napi 15-20 kiló összejött egy gyűjtőben. Mert hogy a használt sütőolaj érték, Magyarországon több vállalkozás is foglalkozik a gyűjtésével, többek között a Biofilter ZRT is. Ők az átlátszó kérdésére azt közölték, hogy tavaly július 1-e óta a Mohu MOL ZRT szerződéses alvállalkozójaként gyűjtik be és dolgozzák fel a használt sütőolajat. Mind a vendéglátóiparban és a horeka szektorban, mind a lakossági szektorban keletkezett hulladékok esetén. Jelenleg több mint 500 gyűjtőpontjuk van. Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer adatai szerint évről évre több sütőolajat gyűjtenek be a vállalkozók, ezzel is kímélve a környezetet, ugyanis a csatornába öntött olaj szennyező. Juhász Sándor is próbálkozott a Mohunál, hogy folytathassa a munkát, de nem járt sikerrel. Túl kicsinek találták, nem maradt más választása, bírósághoz fordult. Pert indítottam a magyar állam ellen. Szerinte az olajgyűjtés piaci alapon működött, nem kellett hozzá az állam. Kérni fogom a bíróságot, mondja ki, hogy profitorientált magánvállalkozás monopól helyzetbe hozásával még közérdekre hivatkozva sem hozhat a magyar állam kilátástalan anyagi helyzetbe magánszemélyeket és vállalkozásokat kártalanítás nélkül, különösen, ha az a tulajdonhoz való jogot is sérti. Szerintem ez egy demokratikus jogállamban egy alap dolog lenne. Ha a magyar állam azt mondja, hogy ezt az állampolgáraival megteheti, akkor szerintem bíróság előtt mondja ki saját magáról, hogy valóban maffia állam. Ügyvédje nincs, mert eddig senki sem vállalta a képviseletét, saját maga egyengeti az útját. Az állam ellenkérelmében azt írta,
hogy a kártérítés feltételei nem állnak fent, valamint hogy vitatjuk, hogy a felperes állítólagos kára közvetlen okozati összefüggésben állna a peres magatartásával. A kártérítés megállapításának feltétele az okozati összefüggés fennállása, a vélelmezett károkozó magatartása és a felperesek kára között. Vagyis az állam azt vitatja, hogy az általa hozott jogszabály miatt munkanélkül maradt vállalkozó, az állam miatt lett munkanélkül maradt vállalkozó. Nem ez az első eset, hogy a kormány döntése hátrányosan érint csoportokat. De ez sem használható semmire, ahogy a Varsa sem. Az RTL Híradó 2020-as riportja a halászokról. Ők akkor már negyedik éve küzdöttek kártalanításért, mivel a kereskedelmi célú halászatot a kormány 2016-ban betiltotta. Kormánytól elvárhatja minden választópolgár, és én magam is azt várom el a kormányzattól, hogy amikor megszüntet egy tevékenységet, törvényileg kizár egy tevékenységet, akkor a tevékenységet folytatókkal korrekten számoljon el. Ezt képviselem a kormányon belül. Mondta Lázár János. Hatházi Ákos kérdésére 2020-ban Orbán Balázs azt írta, a kompenzációról szóló jogszabály előkészítését célzó tárcaközi egyeztetések folyamatban vannak. Korábban ilyen ígéretet tettünk, akkor nem helyes, hogyha ez nem történt meg, de halászkárpótlás ügyben engedje meg, hogy utána nézzek, és amit össze tudok gyűjteni, azt meg fogom osztani onnan. Végül a halászok semmit sem kaptak, a kormány hiába ígérte. Ez az EKUKA program gyűjtőedénye, ők meg tudtak állapodni a MOHU-val. A cég azt írta az átlátszónak, hogy az olajat koncessziós alvállalkozó szállítja el. Azt is írták, hogy az EKUKA rendszer működtetésében jelenleg is aktívan közreműködnek. A MOHU válaszában kiemelte, 4000 helyen biztosítják a lakosság számára, hogy a háztartásban keletkező használt sütőolajtól környezetbarát módon meg tudjanak válni. A rendelkezésükre álló korábbi adatok alapján a lakosságtól visszagyűjtött használt sütőolaj mennyisége növekedést mutat. Hogy Juhász Sándor sikerrel jár-e a magyar állammal szemben, előbb-utóbb kiderül.